Ebben a videóban a hangrend és az illeszkedés kérdésével fogunk foglalkozni. Ez a kifejezés, hogy hangrend, ez tulajdonképpen nem más, mint az a sorozat, ahogyan a magánhangzók a szavakban egymást követik egyfajta szempont szerint, mégpedig a nyelvi szintes mozgása szerint, vagyis aszerint, hogy magasak vagy mélyek. A szóban a hangrend háromféle lehet. Lehet magas hangrendű egy szó, mély hangrendű egy szó, és vegyes hangrendű egy szó. Magas hangrendű egy szó akkor, ha csak és kizárólag magas magánhangzók vannak benne, mély hangrendű egy szó akkor, hogyha csak és kizárólag mély, és vegyes hangrendű akkor egy szó, hogyha akárhány valamilyen mellé, akár egyetlen egy bármilyen másik is bekerül, akkor már vegyes hangrendű szavakról beszélünk. Például magas hangrendű szavunk az, hogy mondjuk egér, mély hangrendű szavunk az, hogy ablak, és vegyes hangrendű szavunk mondjuk az, hogy virág. Ez tehát a szavaknak a hangrendje. Az illeszkedés az a több alakú toldalékokra vonatkozik. Mit is jelent az, hogy több alakú toldalék? Például az a toldalékunk, hogy ban-ben, az egy több alakú toldalék. Nál-nél, az egy több alakú toldalék. Val-vel, az egy több alakú toldalék. Sőt, a hoz-hez-höz, az egy még több alakú toldalék. Na-ne-ná-né, az egy még több alakú toldalék, bár abból a határozott ragozás na-ne-ná-né miatt van, tehát tulajdonképpen kétszer két alakot jelent. Míg például az a toldalékunk, hogy ig, az egy alakú toldalék, a kor az egy alakú toldalék. Az s, abban nincs is egyáltalán magánhangzó, tehát hangrend szerint nem beszélhetünk róla. Ezek tehát egy alakú toldalékok. Tehát a hangrend illeszkedés az kizárólag a több alakú toldalékokra vonatkozik. Nézzük meg az alappéldáinkat. Például az a szó, hogy egér, ami ugye egy magas hangrendű szó, a több alakú toldalékok valamelyikét választva, mondjuk egérben, egérnél, egérrel. Ugye megfigyelheted, hogy a több alakú toldalékok közül mindig azt az alakot illesztjük hozzá, amelyik a saját hangrendje. Tehát a magas hangrendű szóhoz magas hangrendű toldalék járul, ha több alakú a toldalék. Nem nagyon nehéz kitalálni, hogy mi fog történni a mély hangrendű szó esetében. Ugye ablakban, ablaknál, ablakkal. Itt ugye a mély hangrendű szóhoz mély hangrendű toldalék járul. A vegyes hangrendű szavak kérdése az igen összetett, egyelőre a legegyszerűbb megfogalmazást választom, általában mély hangrendű a toldaléka, tehát virágban, virágnál és virággal. Tehát a vegyeshez általában, vagy legtöbbször mély hangrendű toldalék járul. Nyilvánvalóan az egyalakú toldalékok nem tudnak illeszkedni, tehát az íg toldalék az egérig szaladt a macska, vagy az ablakig ért föl a virág a párkányról. Teljesen mindegy, hogy magas hangrendű az alapszó, és ahhoz milyen hangrendű toldalék járul, hiszen nincs miből választani. A hangrendi illeszkedés tehát kizárólag a több alakú toldalékokra vonatkozik. Nem is írom ezt le, mert azt hiszem, hogy érted, ezt nevezik úgy, csak a megnevezését írom le, hogy hangrendi illeszkedés törvénye. Hangrendi illeszkedés törvénye tehát azt mondja ki, hogy a magas hangrendű szavakhoz magas hangrendű, a mély hangrendű szavakhoz mély hangrendű, és a vegyes hangrendű szavakhoz általában mély hangrendű toldalék illeszkedik. Két dologról kell még itt beszélnünk, idáig ugye nagyon-nagyon egyszerű ez a kérdés. Az egyik az összetett szavak kérdése. Hogyha összetett szó van, vegyük például azt a példát, hogy napszemüveg,
Azt, hogyha megnézed, ugye azt gondoljuk, hogy ez egy vegyes hangrendű szó, hiszen a nap az mély, a szem az e és az ü az pedig magas, de az összetett szavaknál a hangrend illeszkedés törvénye úgy módosul, hogy mindig csak a legutolsó tagot kell nézni. Tehát ez fog nekünk számítani, és onnantól ugyanúgy az alaptörvény érvényesül. Ez ugye egy magas hangrendű szó, ezért napszemüvegben magas hangrendű toldalék járul hozzá. Vagy azt mondom, hogy virágos kert. Itt ugye az egyik, az előtag az vegyes hangrendű, az utótag viszont magas hangrendű. Ez számít, mert ugye összetett szóról van szó. Ez magas, ezért a több alakú toldalékok magas hangrendű változata jön hozzá. Mondjuk legyen az, hogy virágos kertre. Ez tehát az összetett szavak esetében a hangrend illeszkedés törvénye. Amiről még itt beszélni kell, és az egyetlen, talán picit több figyelmet igénylő kérdés ebben a hangrend kérdésében, ez pedig a három alakú toldalékok illeszkedése. Ugye itt felmerül a kérdés, például éppen a hoz-hez-höz esetében, vegyük is ezt a példát, tehát hogy hoz-hez-höz, hogy miért van, mi az oka annak, hogy egy mély hangrendű változata, nem mély, hanem mély hangrendű változata van, miközben két magas hangrendű változata van. Ugye azt értjük, hogy az, hogy mi volt itt a példánk, az ablakhoz, oda nyilvánvalóan a három közül csak a hoz járulhat, hiszen az ablak az mély, és a három közül az egy darab mélyet kell választanunk a hangrend illeszkedés törvénye értelmében. De az már egy érdekes kérdés, hogy ha azt a szót vesszük, hogy mondjuk tűhöz, és azt a szót vesszük, hogy kézhez, ugye mind a két szótő magas hangrendű, a tű is magas hangrendű, és a kéz is magas hangrendű, tehát ez is magas, és ez is magas. Mégis az a kérdés, hogy a két magas közül, úgymond a höz is magas, ne felejtsd el, a hez is magas, az a kérdés, hogy a két magas közül a tű szóhoz miért a höz, a kéz szóhoz pedig miért a hez. Tehát hogy választunk a két magas közül? Nyilván nem hangrendben választunk, hiszen mind a kettő magas. Azt sejtem, hogy már valószínűleg gondolod a helyes választ. Itt ugyanis ajakműködés szerint is illeszkedik. Ajakműködés szerint is illeszkedik, vagyis nem csak az szerint illeszkedik, hogy a magas hangrendű szóhoz magas hangrendű toldalék járul, a három alakú toldalékok ajakműködés szerint is illeszkednek. A tű szóban az a toldalék előtti utolsó magánhangzó az ajak kerekítéses volt, ezért az két magas közül az ajak kerekítéses höz fog hozzájárulni. A kéz esetében az é az ajak réses volt, ezért a két magas közül a hez, ami szintén ajak réses, fog hozzájárulni. Tehát a három alakú toldalékok illeszkedése, ezt rögzítsük írásban is, mert azt gondolom, hogy ezt érdemes még egyszer végig gondolni, a két magas változat, tehát ajakműködés szerint is illeszkedik. Nem csak hangrendjében, hanem ajakműködés szerint is illeszkedik. Mégpedig olyan módon, hogy az ajak réseshez jön az ajak réses változat, és ki gondolná, ugye az ajak kerekítéseshez az ajak kerekítéses változat. Ebben a videóban tehát végig tekintettük a hangrend fogalmát, és megismerkedtünk a hangrendi illeszkedés törvényének legegyszerűbb eseteivel.